Sziasztok, ez itt a Vögre csatorna, ahol minden héten kibészüljük a játékvilág legfrissebb híreit, illetve azokat a híreket, amiket legutóbb elfelejtettünk. Úgy örülök, hogy nem felejtetted el update -elni a mottónkat. Ugye? Most már ez a hivatalos mottó. Úgyhogy meg kell venni az új merchandisingot mindenkinek. Viszont most, ha jól hiszem, akkor nem nagyon van olyan hír, amit múlt héten elfelejtettünk. Vagy megint elfelejtettük. Ajaj. Szia, Ákos, mi helyzetek, hogy itt most? Hello. Szóval, beszélgessünk a játékvilág híreiről, legyenek azok frissek, vagy pedig kicsit állottak, kicsit penészesek. De mindenképp édesek. É. Ami szintén egyre lehet annak, hogy valami kicsit már megromlott, de semmi gond. És hogyha már ö, penészes dolgokról beszélünk, akkor azzal ellentétben, ahogy felírtad, inkább kezdjük a blizárdal. Jó, legyen úgy. Eddig ezt így át, átrakja? Átrakom, mert én ilyen ügyes vagyok. Jó, mindenképpen. A Blizzardban hát nem ér véget a buli, sohasem. Á, a... lassan, igen. Hát lassan, igen, mert nem marad senki. Valaki legapcsolja a villanyot. Ezúttal ketten távoztak, az egyik egy executive producer, Checo Sony, ezt felből mondom. Ó, oh, ezt nem tudom eljátszani többet, mert mutatja a kamera, hogy olvasom. <laughs> És chief legal officer Claire Hart. Igazából ebben ennyi az összes hír, hogy lassan, szépen, lassan elfogyott a teljes vezetősége a Blizzardnak. Nem tudjuk, hogy ők így maguktól mondtak le, vagy így kaptak egy sejem kötelet, vagy, vagy, vagy érezték a bajt. Itt inkább az a probléma, hogy Sony, ő az Overwatch 2-nek volt az executive producere, és hát az Overwatch 2 nemrég vesztette el a rendezőjét. Ráadásul, amikor elment a, a, a Jeff, akkor azt mondták, hogy ó, ne aggódjatok, a csekkószolni az itt marad, és ő lesz a biztosíték az más, arra. Az egy másik srác. Erre is mondták. Erre is mondták? Erre a srácra is mondták, oh. hogy ő lesz az egyik biztosíték, hogy ez minden úgy lesz, ahogy, a, ahogy mint hogy a Jeff ott lenne még mindig. És most ő is elmegy. Hol az amúgy ez az egész? Mm, hogyha kisebb volumenű játék lenne, azt mondanám, hogy két hét múlva jön a hír, hogy cancelled és ne is várjuk az Overwatch 2 -t. Így viszont a Blizzard akkora, hogy nem kaszálnak el egy Overwatch 2-t, különösen úgy, hogy már öt éve dolgoznak rajta. Csak az a kérdés, hogy akkor mi lesz belőle? Vagy mikor lesz belőle valami, hogyha ennyire fórumváltják a székeket? Én most már bármit el tudok képzelni. Valószínűleg nem fogják törölni, de az, hogy mondjuk egy fizetős 30 dolláros DLC legyen belőle, most már az nekem... Minden eddigénél nagyobb realitásnak tűnik. Mm. Mert hogy most ezt meg kéne tolni egy jó kis marketing kampányjal, amit nem tudtak elmagyarázni két vagy öt vagy hány éve van kint az Overwatch vagy kettőnek a híre. Próbálták elmagyarázni, hogy ez miért Overwatch vagy kettő, és hogy ez hogy működik ez a rendszer, és hogy mm. nem működik. Sokkal egyszerűbb lenne, ha azt mondanak, hogy itt van 30 vagy 40 vagy 50 dolláros DLC, vedd meg. Éh, igen, csak most már kicsit furán vennék ki magát azok után, hogy ne, ne, nem, nem, nem vennék ki magát. Mi? Azt mondanák, hogy hallgattunk a játékosokra, és tudjuk, hogy összezavaró volt az időszak minden szempontból. Az Overwatch 2-nél az elsőszeges szempontunk az volt, hogy minél több játékos elérjünk, és minél többen játszassanak a játékkal, és így a játékosokra hallgatva, és az ő visszajelzéseik alapján döntöttünk úgy, hogy végül egy kiegészítőként fog megjelenni, aminek egy nagyon nagy része ingyenesen jár mindenkinek, és egy kis szeretért, ami az Overwatch 2 lett volna, lehet fizetni tiszteletdíjat. És mi van azzal a problémával, hogy azért kell Overwatch 2-nek lennie, mert továbbfejlesztett motoron fut, mert az Overwatch 1 nem bírta el ezeket a hatalmas pályákat, amiket az Overwatch 2-höz terveztek, mind Szinglőben, mind hát úgy single hogy kóba, mint multiba. Tehát De hogy az Overwatch, a Overwatch, benne lesznek ezek a pályák. Nem mindegyik. A PV vagy a, a, Z, a, a, PVL pályák nem lesznek benne. Hát a PVL nem, de a de PVL akkor nem adhatod ki Overwatch egy DLC-ként, hogyha az egy hogy új ne? motoron fut. Hogy adhatnád ki? Hát a WoW-ban hány szó volt motorcsere? Jó. Szerettük volna, hogy minél több emberhez elérjen, és ezért döntöttünk amellett, hogy csinálunk egy Overwatch platformot. Hajjaj. -e? hogy ezt, ezt meg lehet támogatni? Az más is, hogy beveszik-e, de hogyha ez, ez szerintem ezen a ponton már egyszerűbb lenne eladni, mint az, hogy Overwatch 2. Mert mi van, hogy mert aki meg ilyen nagyon basic szinten van, azt mondja, hogy de hát az Overwatch vagy egyért se játszottam, nem fogom érteni a sztorit. De hogyha meg a, Bobby Kotick szemével nézed, akkor most 30 dollárért adsz el egy DLC-t, uh -huh. vagy egész játéknak hívod, és eladod 60 ér. Mert lehet, hogy marketingben kicsit problémásabb, de a játékpiacra a kérdés, mindig az volt jellemző. -e? Igen, de a, igen, mindig ez volt a -e jellemző, hogy inkább kevesebben vegyék meg drágán, mint olcsóbban sokan. Hát ez most egy kérdés, amivel valószínű, valószínűleg a Blizzardnak is a, a, marketing meg mindegyik részlege szembesül. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezen a ponton nem lesz Overwatch 2 úgy, ahogy azt bejelentették. Még azt is megkockáztatom, hogy az lesz a címe, hogy Overwatch Resurgence. De az a szó kikopott 2005-ben. Már a az a nosztalgia elviszi. Az lehet. Viszont... Tehát, hogy meg fog jelenni, de nem úgy fogják hogy Overwatch 2. De akkor még ott van az is, hogy ezek a nagy cégek úgy vannak berendezkedve, hogy ne egy-két embere múljon, még akkor is, hogyha az felső vezető, ezek olyan jól, hát jól olajozott masinálnak tűntek, nyilván most kiderül, hogy az egész nem az, de alapvetően nem azon bukik egy projekt, hogy lemond két vezető. Nem, nem, a projekt nem azon múlik, de az Overwatch 2 az egy szenvedés. Tehát az egy szenvedés, amit valószínűleg senki nem akart. Én biztos vagyok benne, hogy a Jeff Kaplan volt az, aki mindent, ami ezt összezavaró, és emiatt pozitívnak tekinthető, azt ő hozta be. Meg az ő, az ő szemlélete volt az, ami miatt nem egy straight out Overwatch 2, és szépen elhal az Overwatch 1, hanem így a kettő így együtt is van, meg nincs is együtt. Ami egyrészt, mondom, tök összezavaró, másrészt valamennyire egy játékos központú megközelítés csak nagyon-nagyon nehéz szavak bönteni, hogy mi a vihar történik itt. És most, hogy már nincsen Jeff, és nagy bajban van a Blizzard, és az Activision, most meg szabad rablás van, és azt csinálnak, amit akarnak, csak már nem nagyon tudnak mit kezdeni, mert annyira furán, fura története van ilyentől kezdve az egész Overwatch-nak. De akkor meg, akkor meg szimplán Overwatch 2 lesz, és nincs crossplay, meg semmi. De nem nevezhetik Overwatch 2-nek, kiadják, és akkor nem lesz átjárás az első két, vagy az, a két játék között. Azután, hogy megígérték, hogy lesz. <laughs> Mint hogyha tartanák mondani, az ígéretükhöz. Muszáj ]hez. legalább névlegesen eltávolodni tőle. Tehát nekem a tippem, az egyik az az, hogy az Overwatch kettőhét, vagy mindegy, DLC lesz, egy fizető és borsos mondjuk 40 eurós DLC, vagy pedig Overwatch Resurrection. Ami ami egy önálló játék lesz. Ja, ennyi, csak ennyibe kétsz bele, 2, hogy nem kettő lesz. Igen, nem Overwatch 2 lesz, hanem ki fognak adni egy Overwatch resurrection vagy Overwatch Resurgence, vagy Revolution. Bármi is lesz. Kíváncsian várjuk. Hát már biztos, ideig hogy kíváncsian egy, várjuk. Egy ideig szeretettel vártuk, most már óckodva és kíváncsisággal. E Ezen túl egyébként most éppen a Dió 2 jelenik meg, és az is lehet, hogy hogy mikor ez az adás kimegy, már ez mindez egész nem releváns, no. mert hogy a napokban ígértek, vagy a napokra ígértek uh, új információt az Overwatch-ról. Kb. egy nappal az előtt, vagy hát kb. A körül történtek, történtek ezek a kilépések, hogy hogy ígértek új infót. Úgyhogy lehet, hogy most ezt felvesszük, ma van csütörtök. Csütörtök 17 óra 23. Igen, és mire, mire lezárjuk a felvételt, becsukjuk az ablakokat, meg az ajtókat, addigra kin lesz a hír, hogy Overwatch 2, rebrandító, Overwatch Resurrection. <laughs> és majd nevethetünk magukon, vagyis én magam, hogy milyen naív voltam, te meg magadon, hogy milyen... Én büszkén nevetek. Milyen ha van büszke nevetés, akkor az az, az lesz. Úgy, hát van hogy... az evil laugh, az az. Igen? Valahol az. Oké. Okay. Szóval lesz, ami lesz, nem tudjuk még, hogy mi lesz, de talán már mikor ezt hallgatjátok, tudjuk. És akkor jövő héten beszélünk róla. Így van. És akkor hülyek lehetünk a mottónkhoz. Okay. Következő hírünk, a Valve házatáján sem unatkoznak. Igaz, hogy a Covid miatt még mindig nem dolgoznak együtt, és Gabe Newell volt Új-Zélandra, és azóta se akar hazamenni. <laughs> Kábbé felvásárolt az egész országot. Nagyon szereti ott a levegőt. A amúgy, Na. ha én milliárdos lennék, Oda valószínűleg én is Új-Zélandon élnék. Jaj, jaj, jaj. Ez egy fantasztikus hely. Igen. És hogyha milliárdos lennél, be is engednének. Szóval a, a webházatájára jött két hír. Az egyik az, hogy úgy tűnik beigazolódik az, amit tippelünk már évek óta, hogy jön egy Steam konzol még nagyon halvány kis információ morzsák vannak ezzel kapcsolatban, de, de az a lényeg, hogy a, a Valve bármikor, mikor frissíti a Steam-et, vagy frissíti valamelyik játékát, a kódban benne hagy egy csomó minden információt, tehát nem, nem gyomlálják ki őket. Meg egy-két Half-Life easter e, Igen, és ilyenkor nagyon jól ki lehet következtetni, hogy milyen projekteken dolgoznak mostanában, és az egyik egy Steam konzol lesz, ami már nem az az elfuserált aki kapja Marja Steam Machine ötlet, hanem a centralizált Valve által irányított és gyártott hardware ugyanúgy, mint a Valve Index és a Steam Deck, úgyhogy teljes lesz a Steam család, és bárhol akarod majd használni a Steam könyvtáradat, azt megteheted. Nekem tetszik, értem, hogy honnan érkeztek gépnyűlölék, hogy legyen ilyen szabad, meg szabad internet, meg mindenki legyen boldog, meg piaci alap, de valamilyen szinten kontrollt kell alkalmazni. És az, hogy például most kijött egy gyik a Steam deckkel kapcsolatban uh -huh. is, és ott például megírják, hogy meg lehet -e venni máshol a Steam decket, nem. Csak a Steamnél lehet megvenni, nem lesz bolti forgalmazásban. Ez, ez is afelé mutat, hogy, hogy felismerték azt, hogy kemény kézzel kell fogni mind a konzol összerakását, mind pedig a terjesztését is. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy jó kompromisszum azért, hogy, hogy ne egy rebrand legyen az egészből, mm. hogy azt mondják, hogy ez egy Steam konzol, de igazából csak az éli ember épített egy PC-t és rányomta a Steam jelét. <laughs> Annyiban viszont megőrizheti a nyitottságát, hogy valószínűleg ez is olyan lesz, mint a Steam Deck, hogyha akarod, igen. nem kell a steam használni, hanem rárakod a Windows-t, és akkor az lesz a tökéletes masina, ami ez, ez, ez a, ez a, ez a legjobb, pc is. a legjobb minden világból Úgymond. Igen. Hogy megvan benne az könnyen hozzáférhetősége a konzoloknak, és a könnyű, könnyű belépni ebbe a konzolos létbe, és csak plug and play, meg mit tudom én, viszont ha bele akarsz menni jobban, akkor bele tudsz menni jobban. Meg ott lesz az a amivel promóz lehet a Steam is, hogy az egész Steam könyvtárad egyből uh -huh. bekerül a nappaliba, és nyilván volt, nem csak a steam én volt erre próbálkozás, hanem a a Steam link is, és az app is, de az app mondjuk csak Samsung tévékre jött ki azóta is. Komolyan? Neked Samsung tévéd van. Nekem van appom, igen. most Na, kipróbáltam. samsung Mű Működ bárki. persze, működ get. de ott, ott benne van az, hogy streamelni kell, ha meg HDMI-vel kötöd, akkor annak is megvannak a hátulütői. Itt rendesen ott lesz a kis hardvered, jól összerakva, bepakolod a tévé alá, reméljük, nem is lesz túlárazva, úgyhogy várjuk szeretettel is minél hamarabb jöjjön. Az az igazság, hogy mivel ezt csak egy kócsorból szívták ki, hogy Steam alsó a konzol, ezért nem tudjuk, hogy három hónapra van, vagy három évre. Csak nagyon úgy járjanak vele, mint amikor az Apple-ből kiszivágott, hogy kép, készül az Apple Watch, és mindenki elkezdett, mint az őrült okos tévéket fejleszteni, meg okos tévéket csinálni. Azt hiszem ez volt. És... Ja, mert, hogy watch. Watch, igen. Aha. És kidőlt, az óra. Ó. Oh. De akkor ezt még nem tudtuk. <gül> <gül> és feladok egy pénzt, hogy a vacs az órára vonatkozik, vagy pedig a tévére, és azt mutat, hogy a tévére fog vonatkozni. És ezt mindenki ráállt a tévére, az okos tévére. És, és kidőlti az óra. Hmm. Akkor lehet ez is valójában egy ilyen tévé állványon dolgozik. Az ilyen falra fúrható állványokat is konzolnak hívek, nem? Igen, de azt is konzolnak hívek, amit ahogy beadod a bear, bear kis csítedet a Half-Life 2-ben. Hmm. Szóval... <gül> Hoppá! <gül> Lehet cheat engine-t épít a Steam, egy olyan cheat engine, ami minden játékra univerzálisan alkalmazható. Mint például a legújabb találmányuk? Igen, igen, pontosan, mint a patent. Ja, nem a patentnek hívják. Van egy patentjük, egy szabadalmat jegyeztek be, és ez azt csinálja, hogy ha megértettük, és nem valószínű, hogy megértettük, mert nem vagyunk technológiai emberek, de. Ho, 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 -ho ezt te vágod, igaz? Mert akkor most mondhatom, hogy Balázs itt nem fogja elfelejteni bevágni ezt a nagyon szép kis ábrát. Hát amennyiben és amennyiben be kell vágnom ilyen dolgot is most már, hogyha, hogyha profik, profik lettünk, akkor legyünk <laughs> profik. Igen, akkor én vágom, és nem fogom elfelejteni bevágni ezt az ábrát. Szóval ez valami olyasmit magyaráz, én legalábbis úgy értettem ezt az ábrát, hogy algoritmusok segítségével a Steam figyelni fogja azt, hogy amikor elindítasz egy játékot, akkor milyen fájlokat érsz el először azok közül. És ez az alapján, az adat alapján, mikor már sokan ezt megcsinálták, amikor elkezdődik majd egy letöltés, valaki elkezd megint azzal a játék, vagy elkezd azra a játék játszani először, akkor neki lehetősége lesz arra, hogy elkezdje a játékot, mielőtt letöltődne teljesen a minden fájl mert a Steam priorizálni fogja azokat a fájlokat, amik a felhasználói adatok alapján legelőször vannak használva egy új játék indításakor. Tehát amikor elkezdesz játszani a Death stranding -el, akkor nem tölti be az utolsó pályát, vagy nem, nem azzal kezdi letöltést, mm hogy -hmm. az utolsó pályát behúzza, hanem azzal kezdi letöltést, hogy a, a, az, a, a most Death Stranding egyébként egy 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 <laughs> a kis azért jutott hanem hogy a prológusnak a fájljait behúzza. Nem tudom, hogy ez architektúrailag mennyire valid. De az egész rendszernek az a lényege, hogy ellentétben a korábbi ilyen megoldásokkal, ugye például volt ilyen megoldás a Battlefrontnál, Meg van pár játék, ami alkalmazza, hogy ó, hát még töltődik a játék, de már most tudsz vele elkezdeni játszani. De ezeket mind a fejlesztőknek kellett belerakni ezeket a rendszereket, hogy működjön. És ezek specifikus játékmódok voltak, amelyek. Ezek általában megúszósak ki. Ki. voltak, például a Battlefrontnál az volt, hogy. Nem a játékba jutottál be, hanem volt egy pálya, ahol védelrel tudták kaszabolni. Mm. És annyi. És akkor azt tudtad játszani, amíg töltődött a játék. De itt a Steam-be lesz implementálva, a fejlesztőknek elvileg semmit nem kell csinálniuk, hogy ez működjön. Na most persze annyi fajta játék van, valószínűleg nem fog mindegyiknél működni. Lehet, hogy mondjuk a fejlesztő kapcsolhatja be, hogy engedélyezze. Mert tegyük föl, Form 1 -es játék. Honnan tudod, hogy a. Hogy, hogy melyik pályára akar menni? Igen, pontosan. Melyik lesz az a pálya, amelyiket először le kell húzni? Tehát specifikus helyzetekben nem biztos, hogy megállja a helyét, de összességében működhet, amennyiben a játék is úgy van felépítve. Hát meg attól függően. Gondolom, változni fog az, hogy hány százaléknál kezdheted el játszani, mert ahol sok rendszer épül egymásra, és egy nem működik csak úgy, ott lehet, hogy mondjuk 67 százalékot le kell töltenie belőle, mire el tudod kezdeni játszani, még egy egyszerűbb játéknál az első 15 százaléknál már indíthatod is. Például van egy a Psychonauts. A Psychonauts az egy olyan példa, hogy te is házoltál az elejével én is, nekünk úgy tűnik külsőleges vagy felszínes szemlélőnek, hogyha megvan a, a, az alap, mondjuk a motor le van töltve, meg az első, az első pálya textúrái, akkor már simán játszhatsz vele. Mert ott például az, az epül, a prológus egy ilyen, egy ilyen önmagában álló rész. Nem igazán sehol van, nem egy nagy nyílt térség, nem egy hub terület. Tehát ilyen szempontból működhet. Működhet egy kodnál is például, hogyha a single player nézzük. És, és tényleg az a legjobb benne, hogy ez elvileg működik. Attól függetlenül, hogy gondoltak -e erre a fejlesztők, vagy nem. Mm. Biztos gondoltak rá, hogyha már le is védik a védés, az nem egy ilyen olcsó dolog, szóval biztos átgondolták ezt az egészet. Ami nekem eszembe jutott, amikor megláttam ezt a szalagcímet, azt hittem úgy fogják csinálni, hogy a, a Steam is építi a cloud gamingét és csak egy ilyen alternatív megoldást ad, hogy amíg tölt a játékod, addig játszhatod már szerverről, de ennek azért nincs semmi értelme, és erre mondat közben jöttem rá, mert hogy elég életerheli a hálózatodat, hogy max. sebességen tölti a játékodat, nem kell még mellé egy 1080p-es képet is magadnak streamelni. Én ezért nem szerettem sokszor ezeket a megoldásokat, mert amikor megy a játék a legtöbb konzolon, lassabb a letöltés, vagy nem is működik a letöltés. Tehát Játszhattál védelre, kasszabolhattál, de akkor háromszor addig fog, ö, fog tartani Ez én voltam, bocsánat. Jó, én lehalkítottam szóval el... előtt, és láttad is, ahogy lehalkítottam. Ez háromszor addig fog tartani a letöltés, mint, ö, mint hogyha nem játszol hmm. időközben vele, tehát igazából ugyanott vagy. Hát én nem tudom. Én azért úgy gondolom, hogy ez most talán nem priós, de örülök, hogy innoválni próbálnak. Persze. No, most jönnek az izgalmak. Az új megjelenések, második, harmadik részek. Mind olyan játék, amivel én nem játszottam, és mind olyan, amiről Balázs egy-egy mondatot tud mondani. Ez mind olyan játék, ami, amiről olvastam a PC gurukban, amiket apa hozott 2001 körül Pestről, és ezek 99-es, 2000-es lapszámok voltak, mert hármasával árulták őket a piacon. Ó. Oh. Szóval, ezek mind ilyen játékok. A THQ Nord Nordic. az tartott egy, uh, egy ilyen nagy bemutatót, akikről azt hittem egyébként, hogy már nem léteznek, de úgy tűnik mégiscsak léteznek. A THQ egyszer felszámolta magát, aztán... És akkor volt hogy volt egy Nordic. nagy ilyen kipakolás, az első nagy bundle a Humble bundle az a TH, mm. THQ bundle volt, amikor uh, ilyen Darksiders, meg nagyon olcsóért lehetett, Darksiders, uh, Saints Row például, mm és aztán utána meg is szűnt, utána szűnt meg. Igen. És... Uh, de mégsem. És akkor ki is árusították, például a Saints azt hiszem, meg egy csomó címet kidobtak, de pár dolog maradt nekik, ilyen nagyon-nagyon régi címek, és most, hogy visszatértek, ezeket akarják kapitá... Kapit Ebből akarnak pénzt csinálni. Igen. A, ezek a címek a nagyon-nagyon régi gémereknek mondhatnak valamit, Jack the Lions, Destroy All Humans és Outcast. A Jack the Lions nek a harmadik része érkezik. Az első kettő az egy ilyen militari, trópusi környezetű, többé kevésbé realisztikus, modern, militari shooter. mercenary mentél, körökre osztott, nem mondtam-e. mercenary mentél, tehát zsoldosokkal, és úgy kellett ilyen harmadik világbeli országokban kommandozni. Olyan, mint a kommandos? Olyan, mint a kommandosz, csak valós idő, va, va, nem valós időben, hanem De? jelenben játszódik. A, ennek jön a harmadik része. A Destroy Your Humans az már egyszer kijött, az első és a második is, sőt az elsőnek a remake is, de most a második remake az, amelyik el fog készülni. Az első remake az nagyon nagy sikert aratott, úgyhogy ez valószínűleg szintén ugyanolyan remek lesz. <laughs> és a harmadik pedig az Outcast-nak a folytatása, ami egy ilyen harmadik nézetű akciókaland, játék egy nagyon fura kifi világben. Most akartam egy Tom Hanks-es poént mondani, de rájöttem, hogy ez nem állt kezd, hanem kezdtövé. Igen. Igen. Jó. Szóval ez is egy olyan cím, ami annak, aki szereti, meg szerette, meg játszott vele, annak ez nagyon kedves, és klasszikusnak is mondhatnánk, de ezek mind olyan játékok, amik így pont kikoptak abból, hogy örök klasszikusok legyenek, és pont nem mond már semmit annak a generációnak, a, aki azóta felnőtt. Mint hogy neked sem mondott semmit egyik sem. Mm, igen, de ennek is biztos van egy ilyen nagyon dedikált közönsége. És gondolom ezek olyan, olyan költségvetésű játékok, hogyha azok a hardcore rajongók megveszik, akkor már rendben vannak. Ja. Tehát az aki, az, aki most egy ilyen 45 éves apuka, az biztos szívesen előveszi majd a Jack the Lions 3 Biztosan, ha még gémel. 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 Igen. Mármint mondom, hogy ő még mindig ja. gamer. Ne hát, aggódj miatta. Aggódok miatt, rég nem hallottam róla. Steven azt írták, hogy 400 napja nem volt belépve. 400 az még ugyan jó. Még van én is olyan, aki 10 éve nem volt. <síns> uh, ezeket mind várjuk szeretettel, de igazából egyiket sem. Mondom, ez annak, aki játszott vele, annak így óriási hír, aki ismeri ezeket, meg szereti, de nekünk ezek így pont, pont lecsúszunk ezekről. Amiről viszont nem csúsztunk le, hanem nagyon durván rá fog csúszni, főleg Balázs. Ah, biztos a biztos, hogy az, a Quantic dreams az új Star Wars játéka, mert mint kiderült, mióta nem csak az ének vannak exkluzív jogai, azóta az összes stúdió fejleszt Star Wars játékot. Őszinte leszek, Kifordult a szemem, az fejemből, mikor ezt elolvastam, de... De. De. Nem leszek egy hálátlan féreg. Az a helyzet, hogy évekig mondtuk, hogy mindegy, csak csináljon Aha, már más ugyan. is játékot, ne csak az ilyé. Most meg, hogy más is csinál, most nem győzünk, fu nem győzünk fumigálni, legalábbis én, meg károgni miatta. Mert a, a Ubisoft is csinál, meg a Quantic Dreams, nem és a fog kedvenc sokat károgni miatta. Uh, Készül egy Quantic Dream Star Wars játék, 18 hónapja készül elvileg, és hát aki nem tudná, hogy a Quantic Dream az mifán terem, hát ők csinálták a Detroit Become, Become human, -t, human -t, meg a Heavy rain is, meg a Heavy rain meg a Beyond Two meg a Beyond Two meg a Fahrenheit-et. Ezt a négy játékot David Cage... Uh, alkotása, aki természetesen toxikus környezetet teremt a munkában, mert miért ne? De róla is voltak ilyen nagyon durva mm. allegációk, úgy fél éve kb. És egyébként meg pont a múltkor jött fel, az It Takes Two kapcsán, hogy, hogy aki nem tudom, ki csinálja az It Takes hogy hívják azt a dúdot, de rajta éreztem az első játékában, a, a Way Out-ban, hogy ő nagyon szeretne filmet rendezni, mm. De hogyha az ittéksztúra így megbékélt volna a dologgal, hogy ő játékot készít, és így befogadta volna ezt, hogy ő játékot készít. David Cage sosem tudta elengedni ezeket a filmes, uh, filmes irányokat, és, és a játékai nagyon közel állnak a filmekhez, de kényelmetlenül közel. Tehát annyira közel állnak a filmekhez formanyelvben, hogy már filmként értelmezi az agyad. Uh -huh. és nekem ezért voltak mindig röhelyesen szarok, mert mint film ezek ilyen nevetséges dolgok tehát olyanok, amiket már rég meghaladtak a filmek meg rég meghaladtak a a, 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 a mozgókép minden minden műfaja, hogy jaj, mi lenne, hogyha a robotok éreznének és <tosz> így <tosz> oké ez egy nagyon eredeti gondolat játékokban. Filmekben not so much. Már pedig gyakorlatilag itt filmekről van szó. És hát ö, nagyon nagyon esetlen. Tehát egyszerűen esetlenek az, a, ezek a történetek, amiket ő így képernyőre visz. Úgyhogy hogy fog kérdezni el egy Star Wars játék? Az biztos megígérte, hogy akciódúsabb lesz. Mert ez volt az el, mert mindenki meghallotta, hogy Quantic Dreams, meg Star Wars, és mindenki arra asszociált, amit te is mondasz, hogy kvázi interaktív filmek, és erre mondták, hogy de ez még interaktívabb lesz. Tehát még több QTE lesz benne? Egyetlen egy uh, Quantic Dreams játékkal se játszottam. Van egy ki nem mondott ígéretem, hogy legalább egyet végig játszok. Most már kimondott. Igen. De nem néztem a szemébe, a te szemedben néztem, úgy, hogy. Még van mozgás terem. <géri> okay. de, de vagy végig lesz játszva, vagy nem. Viszont lehet a Star Wars lesz az első, van játék. Szóval én nem akarom úgy színi, hogy nem játszottam. Nyilvánvalóan én is szidom, csak elmondtam, hogy miért ö, volt elsőre negatív érzetem ezzel az egészsel kapcsolatban. Szóval nem, nem vagyok negatív, nem, nem vagyok negatív, nem vagyok toxikus, vagy próbálok legalábbis nem az lenni. Várjuk szeretettel. Némileg, némileg, visszafogott reményekkel és visszafogott vágyakkal, de legjobb esetben nem csalódok nagyot, leg, legrosszabb esetben nem csalódok nagyot, legjobb esetben, megkapunk egy remek Star Wars játékot, amire nem volt még példa, mert szerintem ilyen nagyon sztori központú Star Wars játék még nem nagyon, vagy nagyon-nagyon-nagyon nagyon régen jött, ahol tényleg az volt az elsőleges, hogy story, nem pedig gameplay. Mert most ez olyan lesz, és ezért remélem, hogy jó lesz a story. Mert a story nem jó. Oh boy. Na visszahozunk az életben ne aggódj, mert Warhammer 3 hírek is vannak a hétre. Csak még jobban lejövök tőle. Ó, oh, akkor nem beszélünk a Warhammer 3-ról. Csak nagyon röviden. Bebizonyosodott az, amitől tartottunk, a Warhammer világában, ahol mindenki minimum szürke, tehát a, a, a 40k az, az, az a legdurvábban túltól dolog. A Warhammer 40k-ban mindenki utolsó rohadék, nincsenek jó fiúk. Tehát uh -huh. megkérdezhet, hogy kik a gyűrűkrában a jó fiúk? Hát a gyűrűkorában a jó fiúk a tündék, meg a, a emberek. Megkérdezhet, hogy kik a Harry Potterben? Mindegyik, a legtöbb fantasy világban, vagy skifi világban vannak a jó fiúk, meg a nem jó fiúk. Uh -huh. A Warhammer 40k-ban nincsenek jó fiúk, mindenki egy rohadék. Csak mindenki másúj rohadék. A Warhammer fantasy-nél kicsit árnyaltabb, ott mindenki inkább szürke. Vannak akik sötét szürkék, vannak akik kicsit világosabb szürkék, de nincs olyan frakció, amelyik ilyen teljesen nemes lenne, meg ez a klasszikus jótakaró, nemesi, jó szándékú, jó szívű Night in a Shining Armor. De most, hogy bejött Kefei, és Kefei Kínán alapul, és Kínáról nem lehet rosszat mondani, ezért Kefei egy fantasztikus hely. Ott minden szupi szuper. A, mert hogy most kijött a, az első ilyen nagy Lord Dump a Ketiel kapcsolatban, a Warhammer 3-hoz, és akkor ott leírták, hogy hát a sárkánycsászár uralkodik, de ő nagyon jó, jó szívű. Uh -huh. És nagyon szereti a nép, és jó, jó, jó szívűen és igazságosan uralkodik és csak azért nem igázzal a világot, mert megtehetné, de úgy dönt, hogy nem. Hmm. Mert ilyen jószívű És mindig jó dolog történik, és mindenki tisztelettel beszél a sárkánycsászáról, és mindenki szereti a sárkánycsászát, és csak akkor történik rossz dolog, hogy a sárkánycsászár elmegy nyaralni. Szóval, ja, megvan a Warhammer fantasy első olyan faja, vagy népe, vagy akárhogy is akarjuk nevezni, ami csak és kizárólag uh, jó szívű, jó lelkű, védelmező, és hogy, hogy nem? Hát az pont Kína. <laughs> szóval. Nem akkor azt mondani, hogy igazam volt. És nem okoz örömet nekem. De igazam volt. Akkor nem lesz Warhammer három vásárlás? Az a -e baj, hogy ez egy olyan hegy, a hegy ami nem fog meghalni. <laughs> Hogyha jobban <nagyon gül> benne lennék a lorban, meg akkor biztosabban felbosszantottam volna magam rajta. Így csak én szomorúan konstatálom, hogy ilyen. Ja, ez is úgy alakult, ahogy számítani lehetett rá. Nyilván amúgy nem lesz Warhammer 3 vásárlás, mert megkapom így Remélem. De hogy hogy kicsit elszomorít azért. Picit, picit, ro, picit rosszabb helyett a világ, hogy a Warhammer világ jobb helyett. Hogy a Warhammer fantasy világ a jobb helyett. Ettől picit kevésbé lett jó hely ez a világ. De nagyon izgalmas minden más, amit olvastunk róla. Szeretnél -e hogy... beszélni róla? Nem, annyira nem igazából. A többi másik ismétlése annak, amit eddig ö, beszéltünk, az ogrék szinte biztos, hogy benne lesznek a játékban, lehet, hogy előrendelői DLC-ként, lehet, hogy ö, nem. De most megint, megint ledobták. Volt szó Nipponról és Indről, szóval. Most így mindenki azt hiszi, hogy azok is benne lesznek előbb-utóbb a játékban, amit kizártnak tartok, mert az megint két olyan dolog, ami nem létezik jelenleg. Hadsereggel, meg egységekkel, tehát nulláról kell azokat is felépíteni. És akkor... Mind az India akar lenni? Igen, és akkor Kuresről még nem is beszéltünk egyébként. De akkor, akkor a szürke árnyalatot ki kell egyenlíteni, szóval hogyha most bedobtak egy full fehéret, akkor be kell hozni Indiát, full feketébe, mert Indiát ez amúgy is mindenki lesz arja. Imádni fogják, főleg, hogy az indiaiak gyűlölik a kínaiakat, meg a kínaiak az indiaiakat, szóval remek lesz. Hát ma pont ezért. <laughs> Jó, oké. Okay. Nem valószínű, hogy ez így lesz. A full fekete az nyilván a káosz. Hmm. frakció. Tehát ez egy, azért nem akarok meghalni ezen a hegyen, mert hogyha kicsit kevésbé szem, na, politikai szemüveggel nézed, akkor ezt észre sem veszed. Tehát, hogyha nem tudsz arról, hogy amúgy a mai valóságban mi történik, és behatóan nem tudod, akkor azt mondod, hogy. Mi ez a baj? Uh -huh. Hát most akkor ezek ilyenek. Most mit kell bezavani be be a, a politikát. De hogy ez nem alakult így. Tehát hogy. Ezek nem csak úgy lesznek. Főleg egy olyan világban, ahol ilyen le 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 kimondatlan szabályok vannak arra, hogy mindenki kicsi szürke. Mennyire? Intenzív a mód szférája. Ó, nagyon. nagyon intenzív a mód Mert... szférája. Úgyhogy akkor... ha beberaknak ilyeneket, hogy ö, uh, tebit szabad ó, állama. Én nem arra gondoltam, <laughs> hanem hogyha, hogyha már tényleg arra megyünk rá, hogy keszély az a, az a folyóság és minden, minden, boldogság, akkor igazán lehetne csinálni hozzá egy ilyen százholdas pagony A ja, Pini de vous. <laughs> Ahol a nagy uralkodó Micimackó, és a barátai az egységek. <laughs> és akkor már teljesen lórügyileg is rendben lesz, hogy ez egy ez egy békés nép. Aki harcol, de amúgy mert azért harcol, mert rákényszeríti. Hogy megvédjék a százszoros paganyt. Igen, hogy megvédjék Michimackó, a dicső Micimackó császárt. Jó. Ezt majd megírjuk, ezt a módot. Imádni fognak. <laughs> Valószínűleg nulladik másodpercben le fogják tiltani minden létező felületen Ezeket a hasonló próbálkozásokat. De biztos, hogy lesz, aki le, megpróbálja. De majd egy. Majd flopit termesztjük. Tűnj. Termesztjük. ah, így előtetjük a kis flopit, és megvárjuk, hogy kinő. Meg lehet próbálni. Hát figyelj, hogyha a hoi négyet hajlandó lennél a műve végigjátszani, akkor kezét is játszhatod, Mici moddal. <hül> Na mindegy. Szóval amúgy meg nagyon izgalmas, meg érdekes az egész időszak, csak ez ilyen keserű szájízhagy nálam, nekem, nektek ne hagyjon, legyetek boldogak, hogy valami történik ezzel, a, ezzel az egész Old World-el, mert hogy az Old World-ot ugye kihajított a kukába a kb. 4 éve, a, a, nem a Creative Assembly, hanem a Games Workshop. Kidobta az egész Old world ot kezdjük előről. Mm -hmm. Abban is volt egy ilyesmi, hogy, hogy azért kezdték előről, hogy átnevezhessék a fajokat például, mm -hmm. amiket levédelhetnek utána. Mm -hmm. Tehát ne az legyen, hogy ork, hanem az legyen, hogy nem tudom, mi az orkoknak az új neve, de erk, vagy ami hasonló, <laughs> hasonló elmésem, ami az odorakat, a kis témet, mm -hmm. és akkor kezdve nem tudják, nem tudják lenyúlni. Mint hogyha az orkokat ők találták volna ki? Hát igen, ez a baj, az orkokat, aki kitalálta, az. A, a, az orkok nem tartoznak senkihez. Mert az orkok, amúgy, ha jól tudom, az orkok nem léteznek ilyen ö, mitológiában. Tehát olyan, hogy ork nincsen semmilyen mitológiában. Trollok vannak, uh -huh. tündérek vannak, tündék vannak, sárkányok, minden van, de az orkok azok kifejezetten olyan dolgok, amiket Tolkien hozott létre. Nulláról. Hát nem nulláról. Hát honnan? Hát a tündékből. <laughs> Nem az elkorcsosult tündék az orkok? Igen, de ezt ő találta ki. Az biztos, én nem akarom tőle ezt elvenni. Köszönjük, Tolkien. Úgyhogy az orkok nem tartoznak senki, ez azért senki nem is védheti le őket, viszont ők kitalálják a, a, erkeket. az erkeket, és az erkeket meg le lehet védeni, mint ha nem lenne holnap. Szóval semmi meglepetés nincs itt. Minden halad úgy, ahogy számítottunk rá. Megjelenés 2022. Ben. Valamikor. Na jó van, Ákos, mivel játszom mostanában? Most te kezded, mert a múlt héten nem volt lehetőséged arra, hogy ezt kifejtsd. Általában, amikor mikor még otthon vettünk nálunk, akkor csak felpattintottam a Steam könyvtáramat, és végignéztem, uh -huh. mivel játszottam mostanában, hogy ne hagyjak ki semmit, viszont erre most nincsen lehetőség itt, ha csak rá nem néznék a mobilappomra, de arra nem tudok, úgyhogy... Ránézhetsz, akkor addig beszélek, és nem vágsz magadra. Nem, nem kell. Um, Deathloop például, határozottan deathloopozunk. Deathloopozok, nem tudom, te kipróbáltad már? Nem. Mert hogy? Majd elmondom, hogy miért nem. Oké. Okay. Um, remek, szuper, szeretem, pont. Volt egy ilyen problémád, nem problémád, sokaknak volt problémája, hogy rosszul fut a játék. Nekem is volt, igen. És valaki meg azt mondta, hogy azért fut rosszul a játék, mert régi a hardvered, és legyél gazdag, és vegyél újat, igen. és a kóddal semmi baj. Ehhez képest az Arkén már ki is adott egy pecset, amivel azt a teringet akarják javítani, ha jól tudom. Mondjuk milyen vicces, hogy két hete itt röhögtünk, hogy já, nem kell olyan erős hardver ehhez a játékhoz. Te röhögtél, én aggódtam. <laughs> én röhögtem, is Én rossz... határozottan azt mondtam, hogy hát talán nem, de hát ki tudja, hát, mi ilyen. lesz ebből. Hát ez, ez lett, lett, belőle. Ez lett belőle. Nem játszhatatlan, tehát én nagyon jól el vagyok vele, te valószínűleg erinyálni. így tartanád el, Ú, mi ez a Hol van a 137 FPS-em? Ezt nem tudom, honnan szedted ezt a 137 majd fps et mert nekem legyen, világ világéletem, mert 60 legyen, hz 30 monitorom volt. Esem, meg majd most, ha megvárom a következő generációs processzorokat, meg majd még meg akkor még megvárom a, 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 a következő SSD-t is, és akkor a bővítek memóriát is, és 2039 körül Mire játsz, mondtad? A reddedre mondtad, hogy szarul fut, úgyhogy nem játszok vele, inkább megvárom, még lesz jobb gépen. Te miért várhatod meg a reddedet, én miért nem várhatom meg a cyberpunkot? Mert leszorom a reddedet. Szóval ez csak kifogás volt. Nem. Tényleg. Van ez a dolog, hogy jól fut, és mennyire érdekel. Ha nagyon érdekel, akkor nem kell, hogy jól fusson. Nálam. Akkor azt mondom, hogy oké, okay, ez nagyon érdekel ez a játék, szeretnék vele játszani, rosszul fut, de most már ez van. Hogyha nem annyira érdekel, de jól fut, akkor nagyobb eséllyel maradok ott előtte. És viszont, hogyha nem érdekel, és szarul fut, akkor nem játszok vele. Mert, mert minek? Minek? Majd, majd játszok vele valamikor, nem sietős ez nekem. Még most sincs semmi vágyam arra, hogy leüljek reddedezni. Nem tudom, miért, pedig biztos remek, meg biztos tök jó, csak egyszerűen nincs az, mint az olyan játéknál, amit ami, ami tényleg szeretnék játszani. Nekem ez pont fordítva Tehát, hogyha nagyon érdekel, akkor fusson nagyon jól. Ha meg kicsit érdekel, akkor elröcöghet rosszabbul is. <laughs> hát ez érdekes. Most mit csinálj? Lehet különbözőek vagyunk. Csak nem. Hm. Pedig akkor lenne igazán jó a podcast, hogyha ugyanolyanok lennénk, és ugyanazt mondanánk mindenről. <laughs> Mivel játszok mi mostanában? Uh, még ezek, ennek kapcsán lesz egy bejelentésem, de majd talán a legesleg végén. Jó. Én meg azért nem deszlupozok, mert hogy egy ilyen uh, kilátássalan sprintbe mentem bele, hogy én ilyen három-négy nap alatt végig fogom játszani a Psychonauts 2-t, és eljutottam a feléig. Eljutottam a feléig, ami egy dicső dolog, különösen úgy, hogy nem nagyon volt időm játszani. Úgyhogy azt a kevés alvásidőt, amit lett volna, azt lefölöztem, beletettem a játékba, hogy végül elbukjak, és a felé jussak el, és ne játszom végig, ellenben beletegyem az órákat, és zombiként éljen végig a napokat. Én Tehát mondtam, ez egy hogy ilyen nem fog neked sikerülni. Fognak Én mondtam, hogy nem fog neked sikerülni, nem, nem tudom, mit gondolsz. Viszont elkezdtem. Remek. Szóval örüljél. Szuper. és játszottam vele annyit, hogy tudjak róla érdemben beszélni. Hoppá. És hogyha így folytatod, az ezzel az a hozzáállással, akkor, nem is, akkor is, akkor is túl túl fogok róla beszélni. egy játékról, hogyha nem játszol vele egy percet sem. Már nem azért, de mint megtudtuk. <gül> <gül> ja, Mint megtudtuk, nem kell játszani a deathloop -a, hogy tud, hogy nem jó. <gül> <gül> Én nem szeretném ezt az ignoráns tábort erősíteni. Na de mint, jobb a Psychonauts 2, mint a Forza 5. Ez a, az a kérdés, ami mindenkit érdekel. Természetesen jó. A forza bármi jobb. De úgy az autós játékoknál szakomba. kivéve a Dirt Rally, mert az, a Dirt Rally a szeretet. Tehát azt mondod, hogy a, For, a, a Psychonauts 2 jobb autós játék, mint a Forza Horizon 5. Ezt mondod. Így van. És mert akkor... hogy a psychonauts van egy ilyen képesség, hogy levitáció, amikor egy ilyen gömböt magad alára, és gyakorlatilag egy keréken forogsz, és lehet rallizni, és kell lehet ütni az ellenfeleket, cool. szóval igen. Oké. Okay. A Psychonauts 2 jobb Elfogadom. autós játék. Szeretem, imádom, nem tudom, hogy... 15-20 éves kihagyással hogy tudtak kiadni egy olyan játékot, ami olyan, mintha három évvel az eredeti után készült volna? Ugye? És ez Ilyen elképesztő. Pakra olyan. Tehát nem, nem érzed azt, hogy egy, egy ütemet is kihagytak volna. Ilyen, de közben meg benne van az a 15 évnyi fejlődés, mind uh, grafikailag, mind érzésben, irányításban, mind a, mind a pályák kialakításában, a részletességében, a, a design is olyan, hogy megőrizték az eredeti koncepciókat de most már elképesztően részletes és, 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 gyönyörű. Látszik a pályákon is, meg a sztorin is, hogy nagyon egyben van, hogy, hogy ezen nagyon sokat dolgoz. abban benne van a 15 év, amíg ezt csiszolták. Annyira sok rétege van az összes sztorinak, úgymond az összes elmének, és annyira ki van találva mindegyik, van, van, mindegyikre egy, egy, egy stílus, vagy hogy mondjam, nem stílus, hanem egy koncepció. Uh -huh. És a koncepció az így tökéletesen egybecseng azzal, amiről szól maga a sztori, azon az adott ponton, és mindez vizuálisan is audioillag audio alátámasztva. <laughs> Tehát a szihaderikus pályán ugye megy ez a 70-es évekbeli uh -huh. gitár, rock. Nagyon-nagyon uh -huh. jó. Ez az egyik legelső pálya. Második, harmadik körül van. Uh -huh. Szóval, igen, nagyon egyben van. És lehet, hogy ez két-három év alatt készül, akkor, akkor, akkor nem is lett volna ilyen. Egy rendkívül kreatív, hogy eszembe nem jutna egy ilyen akció kaland platformer játékba beleültetni egy pályát, ami egy főzősó. És kb. olyan benne a feszültség, <laughs> mint a Cookser delicious -ben. Az a főzősó főző az, az, nagyon, nagy, nagyon nagy ötlet volt. Zseniális dolgok vannak benne, és ezért is hajlok a felé, hogy igaz, hogy lejárt az olcsó Game pass, de még így a kezembe van az irányítás, és még benne vagyok a lendületbe, inkább előfizetek teljes áron arra a hülye Game passra, <laughs> csak azért, hogy befejezhessem a Psychonauts 2-t. Így szereznek már meg, meg téged. <laughs> hát én úgy csinálom, hogy ahogy előfizetek, egyből le is mondom, hogy ne az legyen, hogy elfeledkezem. Hát már mindegy, már megvan a havi pénzük belőled. Annyi, Nem hogy nincs. ezért probléma a, a Game pass hogy nem tudod most megvenni Steam-em, és ott folytatni. De nem baj. Ennyi, ennyi baj legyen. A statisztikát erősített, hogy a Game pass nagy részt a Psychonauts 2 ben játszottál. Nyilván ez számít. Remélem ez számít. Főleg úgy, hogy én már sokszor, amikor ilyen 300 forintos vagy egy dolláros akciók vannak, akkor rendszeresen előfizettem, <laughs> és aztán nem használtam ki, hanem lecsengett a három hónap, és az utolsó héten talán feltraktam valamit, vagy talán nem. Uh -huh és most a Psychonautsra ráfeküdtem. Nyilván, hogyha, hogyha igazán hardcore lennék, akkor megvenném Steam-en, és előről kezdeném, mert az akkor szavazol igazán a pénztárcát, de hogyha teljesen megveszed ezeket a játékokat, de most lesz egyéb költség, amiről majd mesélek. Még, még mi fogsz beszélni? A következő adásban. Ja, 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 ja izgalmas. izgalmas. Meglátjuk. Viszont neked, te még tartottál magadban valamit. Ja, igen. A hétfői streamről szeretnék kicsit beszélni, mert úgy tűnik, hogy egy különleges stream lesz. Egy... Hogy is fogalmazzak? Ne. Nem tudok, hogy fogalmazni, úgyhogy csak elmondom, hogy mi lesz. Szóval jött egy megkeresés egy streamertől, hogy van-e kedvem együtt játszani Orcs 3-at. Mert hogy az Orcs 3-at megkaptam egy nézőnktől, mert mondtam, hogy tök jó lenne valószínűleg, és csak így megvette és, uh, és azt mondta, hogy játsz vele nyugodtan. És én meg streameltem párszor, és az adott streamer videós megtetszett neki, és már így szegről végül ismerettségben is vagyunk, úgyhogy megkeresett, hogy nincs-e kedvem együtt játszani, úgyhogy hétfőn együtt fogjuk streamerni az Orcs Mazda 3-at, és lehet, hogy hallottatok már róla, mert kb. 30-40 170-szer akkor az videós, mint én. Nagyjából stimmelnek a számok, remélem. Um, Siriusról van szó. Pingvi harcosként ismerhetitek, vagy Viktorként. Azt hittem azért fogalmaz ilyen körülményesen, mert magadban akarod tartani. Hát most már ezen a ponton nem biztos, hogy kell. Eddig már tízelgettem itt ott, hogy lesz valami, de most már full blown átmegyünk uh, uh, marketing adjának <laughs> ennek kapcsán. Szóval, szóval igen, sirius fogunk játszani Orcs 3-at, hogyha minden jól alakul, hétfőn este 6-tól. Ezúttal a hétfői stream hamarabb fog kezdődni. Um, úgyhogy 6-tól úgy 9-ig, bár szerintem akár fél tízig is lehet, mert az egy elég oda tud szegezni az a dolog a képernyő elé, de hogy együtt fogjuk ezt streamelni, nézhetitek majd nálam is, meg Siriusnál is. Melyik lesz az ork? Akinek meg kell halnia? <laughs> Igen. Nem tudom, de lehet, hogy ez is olyan, mint egy másik játék, hogy, hogy amikor legyőzitek az orkokat, akkor az utolsó pályán egymás ellen kell menni. <gül> <gül> És csak egy maradhat. Legyen úgy. Ne legyen úgy. Ne legyen Egy kézfogással készfogással búcsúzunk el, és, és békésen az orkokat legyőzve éljünk egy szebb, jobb világban, ahol a sárkány császár alkodik felettük jósága, <laughs> jóságában. Legyen úgy. Köszönjük szépen a figyelmet, ennyi volt az a mai rész. Nevettünk, sírtunk, nagyon jól éreztük magunkat. <laughs> Sziasztok! Hello.